Felhőtlen időjárásra számíthatunk ma szinte mindenütt a Kárpát-medencében, vagy ha lesz is felhő, éppen csak egy pamacsot pillanthatunk meg az égbolton. Üdvözlöm a kedves nézőket, az M1-en Fejős Ádám vagyok. Mi okozza a száraz, meleg, napos időt? Nos, természetesen egy hatalmas, terpeszkedő anticiklon, ami távol tartja tőlünk egyelőre még az időjárási frontokat. Tőlünk keletre is látható egy hideg front, ez a Fekete-tenger északi partvidékét éri el. A következő 24 órában ott kicsit mozgalmasabb időjárás várható, míg a kontinens nyugati, északnyugati részein egy hullámzó hideg front az, ami meghozza majd a kicsit frissebb, kicsit hűvösebb és jóval nedvesebb légtömegeket, mint amik az elmúlt napokban arrafelé jelen voltak. Az UV-sugárzás mai előrejelzését láthatják, a kora délutáni órákban a Kárpát-medence jelentős részén 7-es felett lesz az UV-index, ez nagyon erős kategória, kisebb körzetekben lehet majd alatta, de az év ezen szakaszában még nagyon magasról érkeznek a napsugarak, éppen ezért erős még az UV. És lesz is rá alkalma és lehetősége a napsugaraknak, hogy érvényesüljenek, hiszen a felhőképződés ezúttal a legritkább esetekben fordul elő, itt a keleti Kárpátokban talán, illetve a Bihar-hegységben, de nem kizárt egyébként az Alföldön sem, ott jelentősen csekélyebb valószínűséggel jelennek meg átmeneti gomoly felhők, amik szinte azonnal összeesnek és megszűnnek. A hőmérsékleti csúcsértékek a legtöbb helyen 32 és 37 fok között alakulnak, kisebb körzetekben lehet ennél pár fokkal frissebb vagy hűvösebb a levegő, bár a hűvös szót nem használnám, mindjárt mutatom is, hogy miért. Egyelőre nézzük a vízhőmérsékleteket, 20-26 fok között vannak a folyóvizek, állóvizek pedig 23, illetve 26 fok között, a Tiszató a legmelegebb továbbra is a maga 26 Celsius fokával. A folytatásról tehát, miért nem mondom a hűvös szót? Azért nem, mert még éjszaka sem lesz kifejezetten hűvös. Nézzük csak meg, a kékkel írott számok azt jelzik, hogy az éjszaka, illetve hajnali időszakban mennyi lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Láthatják, hogy szombaton is és vasárnap is lesznek olyan helyek az országban, ahol 25 fokig csökken a hőmérséklet. Innen emelkedik tehát, és a sok napsütés hatására néhol 37-38, csütörtökön 39 fok körül állhat meg ez a bizonyos szám. Szombaton érkezik egy harmadgyenge hidegfront, de számottevő hatással nem lesz a hőmérséklet alakulására, egy, esetleg két fokkal mérsékelheti a hőséget. Az űrtudomány 1969. július 20-án jutott el odáig, hogy végül elérte a Hold felszínt. Na de ugorjunk egy kicsit visszább az időben. John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök 1961-ben meghirdette a Holdra szállási programot, amely ugyan tragédiával indult, hiszen az Apollo 1 legénysége nem érte túl az induláskor keletkezett tüzet. A következő küldetések azonban már sikeresen készítették elő a történelmi utazást. Az Apollo 11 legénysége Neil Armstrong kapitány, Buzz Aldrin Holdcom pilóta és Michael Collins űrpilóta volt, akik komoly kiképzésen vettek részt. Parancsnoki űrhajó, illetve Holdcom szimulátorokat is használtak, például szándékosan elrontott műszerekkel kellett dolgozniuk, hogy megoldják a váratlan helyzeteket is. De edzettek a sivatagban, illetve a NASA egy homokkal telített hangárjában szkafanderbe öltözve gyakorolták a holdműveleteket. 1969. július 16-án végül élesben ment a visszaszámlálás a floridai Kennedy űrközpontból, majd 4 nappal később megközelítették a Hold felszínét. Azt, hogy hogyan sikerült a Holdra lépés, és milyen meglepetések érték a legénységet, holnap elmondjuk. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!